Bár az évadnyitó bemutató szereplőváltás miatt egy hetet csúszott, a Haneke művészei már várják a gyerekeket Maurice Maeterlinck a Kékmadár című zenés mesejátékával. A klasszikus történetben a boldogság kékmadarát keresi egy testvérpár. A Szőke Andrea által átdolgozott mesét Dávid Zsuzsa rendezte, és az igazgató Éri Kovács András választotta a műsortervbe. Ez egy nagyon allegorikus mese. Egy erdőben játszik, ahol mindenféle furcsa lények vannak. És az fantasztikus ez a dolog, hogy egy kisfiú meg egy kislány egyszerűen megérti, valamikor egyszer csak rájön, hogy mi a boldogság. A klasszikus darab mellett egy magyar népmese, a Tancika Marcika feldolgozását is láthatják a nézők az évad elején. Üljél le a kuzsáj mögé, nagyon ügyes vagy, fogyjál szépen kenderkócból aranyszálakat. A mese bemutatása a társulat két művészének munkája. Szűcs Réka és Zádori Szilárd nem csak feldolgozta és játssza a darabot, de az előbbi művész rendezésében és az utóbbi zenéjével vitték színpadra a népmesét.